Mégpedig azzal fogunk kezdeni, hogy szerintetek mi számít erőszakos animének, csak hogy tudjuk, hogy miről beszélgetünk. Hölgyek elsőbségben, hát akkor kezdjük. Kezdem én. Hát mindenféleképpen, ami, hogyha erőszakos animé valaki említ, akkor rögtön a vértocsogás, a kezek és lábak repkedése, vagy éppen a pszichoterror, ugye, amikor nem feltétlenül kellene ezek a közbenső kis részek, hanem elég csak egy kis susogás vagy suttogás, és akkor úgy öríti meg az embert a gondolatai is akár, úgyhogy már itt az elején. Szóval így akár a horror, vagy már egyébként a shonen is van amúgy műfajban, ahol azért azt mondanám, hogy ott is azért bőven megtalálható az erőszak, de csáfoljatok meg, hogyha nem így van. Hát vannak elég dárkos shonenek, most már ugye kapásból Tokyo Ghoult említhetjük, vagy a Attack on Titan, de akkor már ugye beszélhetünk bármiféle abúzusról, testi és lelki egyaránt, például mondjuk egy Happy Sugar Life esetleg. Hát igen, nekem személy szerint már így az alfa shonenektől indult ez, tehát amikor jött ugye a balhé a Dragon Ball Z-vel, hogy az RTL klubról le kellett venni, mert hogy túl erőszakos, na akkor így meghúztam magammal egy határt, hogy na akkor azt hiszem ez már túl sok az átlag embernek. Hát számomra onnan kezdődik az erőszakos animék definíciója, ahol nem a szimpla shonen akció kategóriát súroljuk, hanem megnevezett hét fő bűnből a halál, a szenvedés, az irítség, az emberiség legundorítóbb jellemzői megmutatkoznak, ezzel bizonyítva a halandóságunkat. És volt olyan műfajú animében, ami meglepő volt számotokra, hogy tehát nem vártátok, hogy ez egy erőszakos anime lesz a végén? Már Ricott pedzegette a Happy Sugar Life-ot, ugye, ami lehetne aranyos slice of life dráma. Aranyos slice of life dráma, romantikus. A végére, hát szerintem átmegy majdnem School Days-be, de akár még azt is mondhatjuk egyébként. Hát a Steineneknél is volt már erre példa szerintem, hogy bőséggel raktak bele olyat, amit úgy nem gondolt oda az ember. Vagy akár mi ott volt példának a Mahou Shoujo Madoka Magica, ami így, ó, cuki lányok, meg mágikus lányok, és így, ó, valakinek leharapták a fejét, hoppácska. Igen, ott elindult a szó szerint értelmezés, az úgy szeretlek, majd megeszlek. Igen, igen, valahogy úgy. Mielőtt elkezdjük egy kicsit így korok szerint átnézni, gondoltam, hangolódjunk rá együtt a nézőkkel, hogy hajdan, réges-régen a 80-as évek előtt mi is számított erőszakosnak. Úgyhogy hoztam nektek egy példát a Pszichó című filmből. Ebben a jelenetben ugye azt látjuk, hogy a támadónk egy zuhanyzó hölgyet próbál ugye megtámadni. Viszont érdekes, hogy nem feltétlenül úgy mutatja be, mint ahogy ezt manapság tennénk. Mit gondoltok, mennyire volt hatáskeltő akkoriban ez? Ebben az időszakban ez úgy nézett ki, hogy igazából már az erőszakosnak számított, hogy csak azt mutatta a kamera, ahogyan lesújt a kés. És a következő vágáson már már magát a sikoltozó hölgyet látjuk, és esetleg a kamera már a folyó vérre mutatott szépen a zuhanytálca alján, ami egyébként csoki szirup volt, mert hát ugye fekete-fehér, ezzel lehetett a legegyszerűbben megoldani. Azt hittem ketchup, nem azt használták annak. Nem, a ketchup az akkor jött be, amikor már volt a színes. A jött divatba. Ja, az már Mackie-vel jött. Aki ismeri Peter Brook-nak a 1960-as években készült Legyek urája, ugyanez egyébként meg nem megtalálható, de ott nem embertölnek, hanem disznót, de ugyanezzel a vágás technikával. Alfred Hitchcockról azért annyit még érdemes megjegyezni, hogy kinyírta a színész gárdáját, olyan elvárásokat és olyan random jelenetekkel bombázta, hogy amiket látunk a felvételen, 100%-ig hiteles, nem kellett újravenni, mivel ők se tudták, hogy mi fog következni. Nekem egyébként ami legjobban megmaradt, hogy mindig jött ez a felvezető zene, hogy így érezted, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ijesztő fog történni, és már így az árnyékát láttad így az alaknak a függöny mögött, és hogy így mindenkiben volt olyva, hogy most jó, itt valami nagyon ijesztő fog történni. Igen, a feszültségkeltő hegedű, az nagyon nagyot tud menni. Igen, amúgy az nagyon elvitte a Hitchcock filmeket a zene. És nézzük, hogy animés per mangás fronton honnan is indultunk, mint erőszakos műfaj megteremtése. Kettő példát hoztam nektek, az egyik a Kanashimi no Belladonna, akit hát mindannyian említettetek, hogy
Minden itt kezdődött, a másik pedig a Devilman manga. Szerinted miért nevezhetjük ezeket a műveket így megalapozónak? Kezdésnek a Kanashimino Belladonnával indult én szerintem a legembertelenebb fantázia kiélés, ahol a szerző már inkább történetet sem nagyon akart belevinni az egészbe, ő egy fantáziát, egy koncepciót nevezhetjük akár nem józan paraszti ésszel, egy pszichedelikus tortúra montázs, ahogy az emberi sokkolást egyre emeli arra a szintre, ahol az ember 10 perc után kikapcsolja ezt a felvételt. Ez volt a Mushi Productionsnek, tehát a Tezuka stúdiójának az utolsó filmje, amit be tudott mutatni, mert 73-ban csődbe mentek kapásból. Ugye ez volt az utolsó Animerama mozifilm, és Yamamoto Eiichi, aki ezt rendezte, az ehhez hasonlókat készített. Nagyon szigetedikus látványjal és szabados módon. Amire többet tudnék mondani, az a Devilman mangája. Lévén Nagai Go, ő már megalapozta magának azt a hírt. Mindennapi életet bemutató iskola is cucc, amit a szülői munkaközösség nagyon nem tetszett neki, mert hát mit csinálnak a diákok a tanáraikkal, meg vice versa. És annyira ágáltak ellene, hogy Nagai Go azzal zárta le a mangát, hogy belerajzolta a szülői munkaközösséget, ahogy kinyírják a szereplőgárdát. A kis lázadó. És egyébként ezeket a műveket milyen erőszakábrázolás jellemezte? Hasonlít a úgymond a korban jellemző filmes megoldásokra? Többek között igen. Azért a Devilman mangánál vannak érdekes jelenetek, tehát azért az emberek arca a démonok testén megjelenik, illetve az ötödik kötetet kapásból azzal nyitják nagyjából, hogy a főszereplőnek, Akira Fudónak a barátnőjét így a levágott fejét így egy kitűzött karón hordozzák körbe a csőcselék, mert hogy mindenki föl van háborodva, és hát köze volt a démonokhoz. Igen, de az amúgy abszolút váratlan volt olvasóként is, hogy ó, hogy ennyire mélyre megyünk. Ó, Nagai Go váratlanságával? Amikor azzal ért véget a Devilman Lady manga, hogy hát akkor most föl vagyunk hype-olva a nagy csatára és a következő oldal, és amúgy megdöglött a világ. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy ezek a művek igencsak feszekedték az akkoriban megszokott jaj, árnyékot mutatunk, kést mutatunk, ijesztő, nem tudom, függönyt mutatunk, lecsöpögő ketchupot mutatunk, ahhoz képest ez sokkal durvábbnak számít. Igen, bár azért hozzá lehet tenni, hogy nem kell hozzá nagyon elmenni ebbe a vonalba. Elég például a Hadashi no Gen mangáját mutatni, ahol ugyanúgy megvan az arcleolvadás, ugyanúgy megvannak az összeégések, meg mi egyéb is. Hozzáteszem, ezt a kiotói nemzetközi manga múzeumban a gyerek részlegen lehet elolvasni. Nagyon jól hangzik. Mindent a gyerekekért. Kicsit különböző véleményen vagyunk, hogy mit mutassunk a gyerekeknek, azt hiszem. Hát ha belevesszük azt, hogy a Wolfenstein játéknak, az eredeti 3D-nek, a Nintendo-s változatából kivették Hitlernek a bajuszát, meg a horrorkereszteket, mert ne zavarjuk a történelemmel a gyerekeket. De kaptak lángszúrót. Hát igen, és hát ugye ez még csak a kezdet volt, hiszen a 80-as, 90-es éveknél aztán tényleg minden elszabadult. Úgyhogy kezdjünk egy kicsit megint a szemléltetéssel. Mégpedig hoztam nektek 4 képet, egy kis képelemzést fogok kérni. Az egyik kép a Hadashi no Genből van, ami 1983-as. Igen. A másik a alatta Ninja Scroll, ez 1993-as. Aztán jön az Urutsuki Doji, a The Legend of the Overfiend. Igen, ez a kedves nyelvét nyújtogató néni. Ő 1987 és 89 között került ki. És végül, de nem utolsó sorban, azt hiszem Ritz pici szíve csücske, a Legend of Galactic Heroes, ami pedig 1988 és 1997 között futott. Na hát ebből a 4 képből próbáljuk meg egy kicsit megnézni, hogy akkor hova is fajultunk az előző kis árnyékos késes jelenetünkhöz képest. Melyikkel kezdjük? Szerintem bal felső. Bal felső? Na jó, kivállalja. Gyávák. Na jó, akkor kezdjük kapásból ezzel a jelenettel. Úgy indul, hogy gyerekünk megég, kifolyik a szeme, összeég, összeesik, utána látjuk elolvadni a különféle vaskorlátokat, a kutya, ami beleharapott a vaskorlátba, az is szépen elolvad, beleég a betonba, lerombolódnak a város részek,
elfújja őket a lökés hullám, de az embereket is, viszi a televas villamost. Eléggé grafikus, és alatta semmi más nem hallottok, csak az atombomba robajlását. Köszi, Ritz, most mindenki rosszul fog aludni a közönségből. Azért gyerekesként már máshogy fogja fel ezeket a részeket az ember, de igen, itt már azért nagyon-nagyon feszegették, és szerintem itt kezdett azért, hogy nem kezdett határtalanul a fantázia így elszabadulni már, hogy tényleg mindent, amit lehet, főleg azért a japánokat nem is kell félteni ebben a kategóriában, tehát, hogy amit ki lehet találni ezen belül, az a erőszakosság fogalmán belül, azt ők szerintem már mind kitalálták nagyjából. Úgyhogy ez így nagyon, bár azért sokat finomodott már, de maradjunk még ennél, igen, hogy itt már azért tényleg több mindent bevetettek, akár a gyerekek, akár állatok terén, akár különböző lények terén, hogy hogyan, és minél különlegesebb módon ábrázolják valahogy ezt a groteszkitást szerintem. A 80-as években ugyebár a horrorfilmipar legundorítóbb lépéseket tette meg. A cenzúra hiányában és a szigor hiányában bármilyen fantáziát kiélhettünk. A popularitás véget a keleti blokk is elkezdte felveszni ezt a ritmust, és egyre emberibb, egyre közelibb élményeket szeretett volna visszavarázsolni a háborúból. Ezt ugye láthatjuk az atombombás jelenetben, amit láthatok, illetve az Akira lázadási jelenetei, ahol cafatokra lövik az embereket, kutyákkal etetik meg a menekülőket, és még sorolhatnám. A fantasy részlegbe meg már belecsúszott az anatómia teljes túlfantáziálása, itt már a csontok nőnek ki a karokból, és elindult az, amit ma a Demon Slayers-be lazán egy popcorn mellett megnézünk. Hát igen, de minden így a 80-as években kezdődött. A nagy kísérleti fázisa az animéknek az innen indult, hogy oké, akkor meddig mehetünk el? És amúgy a Hadashi no Gen Shatnál, ami szerintem a leginkább szembetűnő az az, hogy általában, amikor gyereket ábrázolunk, amikor próbálunk valami számunkra szimpatikus valamit rajzolni, akkor nagyon sok a letisztult felület, a gömbölyű felület, és akkor itt azonnal ez kibukik, hogy nagyon sok a nagyon erős vonal, nagyon sok a szöglet benne, és ezzel már önmagában is eléggé átemeli a hangulatot. Hát muszáj is, mivel gyakorlatilag nem hiába csináltak meg a Hadashi no Gen mangát is, meg belőle két élőszereplős filmet, meg a magát az animét is. Azért valljuk be, ez egy olyan élmény volt, ami így a világnak szólt. Enyhén szólva tényleg hozzá tudott adni ahhoz, hogy az atomenergia ellenes érzületek azért úgy elinduljanak. Hát igen, meg a Ginga Eyu Densetsu-ban például rendszeresen a háború az annyira realisztikusan van ábrázolva. Oké, egyik pillanatban látjuk azt, ahogyan mennek az űrhajók, meg robbannak fel, mint kés a vajba, úgy megy keresztül rajtuk minden egyes lövedék, és akkor, ó, amúgy mi történik oda bent? Oda bent egyébként nagyon sokáig nem látunk semmit a első 48-50 részen keresztül, de amit ott látunk, az már az 50-valahanyadik részből van egy dokumentum filmes résznél, mert amúgy Vermillion csatájánál van először tényleg az, hogy ott már elkezdődik a vér, ott már félbeszakadnak az emberek, mert ott már mutatják, hogy itt már nem babra megy a játék. Igen, engem a leginkább az rázott meg, amikor az első ilyen jelenetünk volt, és akkor ott kúszik egy ember, alsó teste nincsen meg, ott kilóg, ami kilóg, és akkor így közben szólogatja az anyukáját, hogy anya, de az ugye eléggé megrázó jelenet volt. Elmondom neked, Reject, hogy amikor készültünk Ritzel, ez volt az egyik kép, amit gondolt, hogy itt berakhatnék, de úgy gondoltam, hogy a kedves közönségünk lelki békéje érdekében inkább megkímélem őket. És még az volt a leggyengébb, amit tudtam volna bárhogy válogatni. Ebből a négyből. Na de nézzük, hogy ebben az időszakban milyen ikonikus animék is jelentek meg. A teljesség igénye nélkül hoztam nektek példákat, mert annyi van, hogy igazából egész este itt ülhetnénk. És bőven, mindegyikről lehetne beszélni. Melyik az, amelyiket így kiemelnétek ezek közül, az animék közül, mint ikonikus? Számomra ott indult el így az erőszakábrázolásnak az átélése. Annyit akarnék ehhez hozzáfűzni, hogy azért én ezek közül, az animék közül, amit láttam is, ugye például, mint az Aki, azt már azután láttam, hogy tehát nem akkor, nyilván nem akkor, amikor ezt kiadták, hanem jóval később, amikor már azért több ilyen erőszakosabb témájú animét is láttam, és így viszont engem az Akira nem ütött meg annyira. Tehát, hogy az nem adott olyan fajta sok hatást, mint egyébként
akár a mai művek közül bármelyik olyan, ami kifejezetten így rámegy erre a horror, gore és társai dologra. Még én úgy gondolom, hogy inkább csak feszegették, mert az Akirában sem volt teljes mértékben olyan... Jó, hát kb. Erről szólt az egész, de hogy nem tudom. Nekem máshogy jött ez így le, úgyhogy utólag néztem, és nem ez volt az első ilyen típus. Nekem személy szerintem ugye az Akira pont ellentétes volt a tiéd, de mert oké, láttam már horrort mostanában, és akkor megnéztem az Akirát, hogy az mennyire nyersen ábrázolja. Gondolok, itt most az elején van az, amikor szitává lőnek egy embert, és az, ahogy tocsog a vérben, ahogy még eszméleténél van és szenved, az nagyon grafikus volt. A nyersesség az általában nagyon sokat tud dobni egy jelenetek a hatásán, tehát például mondok egy horrorfilmet, A halál ezer arca, például. Úgy nézzétek, hogy gyakorlatilag, mintha egy dokumentumfilmet néznétek a halálról és a halálnak a fajtáiról, de azt a nyers naturalizmust, azt nem lehet visszaadni. Ha már a halál ezer arcánál tartunk, akkor igazándiból mind a négy anime tartalmazza azt a kemény 2,5 órányi dokufilmet, azt hiszem, ha nem kevesebb. Körülbelül. A Fist of the North Star a küzdősportok, illetve a JoJo előszeretett gyermeke, ami behozta a küzdősport általi legnagyobb agresszióból elkövethető anatómiai bullshitet, mikor 10,000 ütés leszámol az ember 3 másodperc alatt, ugye ikonikus jelenet, nanyi és szafatokra robban az illető, Akirának naturalisztikus és mondhatni realisztikus egyszerre az ábrázolásmódja, hihetetlen pontja annak a műnek, hogy a gyerekekre sincs tekintve. Ugyanazt a méltó halált megilleti, ahogy a többi szereplőnek. Az Angel Copnál az egyetlen probléma az volt, hogy egy időben indult a Berserkkel, így ő el is vesztette a popularitását, hiszen a Berserknél jobb nincs. Pontosabban a Berserk mangával indult egy időben, a manga változatot akarták csinálni, de az egyébként egy Kamen Rider utanzás lett volna. Úgyhogy közben lenyúlják félig, meddig tényleg a robot zsarút, meg annak a teljes nyers naturalizmusát és erőszakfajtáját, mert kapásból az első jelent azzal indul, hogy szétlocsantják valakinek a fejét szájtól fölfele. És ez marad onnantól kezdve végig. A Shoujo Tsubaki ellenben már azért tartalmaz erotikát is. Egy embernek a munkája, mármint az az anime egy ember rajzolta, animálta, mi egyéb, a saját művét. És kb. Sehol nem lehetett bemutatni, csak saját önvetítéseket tarthatott belőle. Illegális vetítések a pincében. Hát, konkrétan a Shoujo Tsubaki az, mondok egy nagyon régi filmet, amit büdös életben senki nem fog megnézni szerintem. Ez a 33-as Freaks. Konkrétan egy rémségek cirkuszáról szól, a Shoujo Tsubaki is, és ebben a műben a főszereplő csajunk, az ezek közé kerül be. Viszont ott mindenféle deformáció és betegség, tehát szellemi és testi betegséget lehet felfedezni. Ott kapunk mindent, ami nem 18, de 21, meg 30 pluszos. Lehet valaki, sose lesz hozzá elég idős, hogy megnézze. Én például nagyon rosszul bírom a nagyon erőszakos műveket, úgyhogy én úgy érzem, hogy nálam ilyen, olyan, mint a Lego, hogy így azt 99 éves korig lehet, ezt meg 99-től, vagy nem tudom. Illetve azt még meg kellene említenem. Ezek nélkül a művek nélkül, mert gondolom nagyon sokan nem néztek utána a 80-as évek animéknek, hogy jaj, csúnya, meg aj, nem az igazi. Ezek nélkül a mai shonen animék nem léteznének. Tehát ezeket kultklasszikusként kéne kezelni, ha már valaki nagyon nagy animésnek vallja magát, legalább egy 10 részt adjon mindegyiknek, én szerintem. Ha tiszteletből, máshogy nem is. De van ott, ahonnan ez jött még, úgyhogy hoztam azért még további példákat is. Esetleg ebből van-e, amiről szeretnétek beszélni egy kicsit? Akkor lelövöm szerintem azt, hogy a Cowboy Bebop volt az, ami úgymond ténylegesen felvetette a kérdést az erőszakábrázolással kapcsolatban, hogy mit lehet a tévében leadni és mit nem. Nagyon sok részt kivontak a tévéből, nem adtak le egyáltalán. És így gondoljatok el, hogy mintha várnátok a Demon Slayert, és azt mondják, hogy ja, hát a harmadik részt nem adjuk le, mert túl erőszakos volt szerintünk. Én ezért akartam pont azt mondani itt a Cowboy Bebop kapcsán, hogy nekem ez nem tartozik bele úgy gondolatba, hogy erőszakos anime, akkor én nem gondolok a Cowboy Bebopra. Tehát, hogy engem meg is lepett ennek, meg ugye akkor valószínűleg ezért, mert hogy ugye a közember nem jut hozzá az igazán mélyebb tartalmakhoz. Hát azt jól emlékszem egyébként így statisztikailag pont, hogy a sorozat felét nem adták le, vagy 60-70%-át, tehát... Én amúgy tényleg, amit viszont én láttam, azt inkább ilyen azért mondanám gyerekbarátnak, ami így végről a fejemben van.
Hát igen, ez a futurisztikus slice of life. Én is a tévében láttam, nekem se jutott volna egyébként eszembe, szóval érdekes. És ugye itt már azért kezdünk eltávolodni azoktól, amik egyébként az exploitation filmet jelenti. Mert a 80-as években akár a Shoujo Tsubakit nézzük, akár mondjuk a Genocybert itt például, az exploitation filmeknek a szintjét hozták. Olyanokat mondok ilyen exploitation filmeknél, mint Elsa, SS nőstény farkasa, akkor Szodoma 120 napja, szerb film. Csupa jó és jó cím, amit maradandó nyomot fog bennetek hagyni. A jót azért erősen idézőjelbe szeretném érteni, úgyhogy most felhívom a szülők figyelmét, nem ez lesz az esti matiné a gyerekekkel. Hát, hogy igen, lehetőleg ne az esti gyerekfilm, tehát ne a tévémaci adja le ezeket a gyereknek. Azért mondtam ma valamennyire szarkasztikus hangon. Picit már Saci érintetted, amire én is kíváncsi vagyok, hogy mai szemmel szerintetek ezek mennyire számítanak erőszakos animének, meg egy picit te is beszéltél már erről, Narez. Ma még mindig erőszakos, ma sokkal erőszakosabbnak érezzük mondjuk ezekben a jeleneteket, vagy inkább jaj, annyi mindent láttunk már, hogy ez már így meg se kottyan. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nyersebbek voltak, kevésbé, tehát így visszagondolva látszik is, hogy kevésbé voltak szabályozottak, sokkal jobban el voltak engedve, de mondjuk a Berserket még mindig azért erőszakos animének mondaném, akár mikor nézném meg, vagy néztem meg, tehát hogy azt azért még mai napig úgymond, szerintem ez amúgy válogatja, hogy mit láttam erre, az melyik irányba mentél el. Tehát azért egy Kakeguru is körömletépős jelenet után azért már kevésbé adnak meg dolgok. Akár, de azt is mondhatjuk, hogy kinyílt a tárlat. Igen, igen, igen. Nyilván ez azt mondom attól is függ, hogy mennyi ilyet láttál, milyen típusúakat láttál, de erőszakos az én szempontomból ezek már nem annyira, inkább nyersebben, erőszakosabbak, nem olyan finoman, mint a maiak. Hát körülbelül úgy is mondhatjuk, igen, a Berserkben van ugye nemi erőszak, a Evangeliumban meg van Shinji a kórházba. Ejjjjj! Meg hát, hogy mit érzünk erőszakosnak, tegyünk is egy stílus különbözetet. Van az akció, és van a gór. A Genocyber önmagába képviseli a gór vonalat. Az Evangelion már egy fúzió, akció, sci-fi, dráma és gór. A Berserk az kimondottan 100%-os lovagregény gór tartalmi kiadásban. És ezt honnan is fogod észrevenni? Onnan, hogy rögtön az első részben már 20 liter vérben úszik a főszereplő, és nem arról szól, mint mondjuk egy Cowboy Bebopnál, aminek köze nincs a górhoz, hanem inkább csak egy ilyen kellemesebb, viszont nyomasztóbb történetszállal vezet végig. Jó is, hogy egyébként mondod a górt, mint fogalom, mert ezt nagyon sokan félreértelmezik, nagyon sokan a sok vérrel, a brutalitással, a belezéssel, mi egyébben azonosítják, közben ez a groteszknek a lerövidítése. Igen, nem, igen. Nem a belezés, mint tényleg, mint a gór angolba, hanem a groteszkből jön. Szépen japán akcentus a groteszkű. Ja. Ja, volden. Meg amúgy, csak hogy mennyire meghatározó volt a Berserk. Kinek van meg a Hesby Hotel? A 8. részben, amikor Lute letépi a karját, az 1x1 egy Berserk referencia volt. Csak úgy fun factként megjegyzem. Illetve ha már erőszak berobbanása, 90-es évek volt a tesztfázis vége. Innentől már 96-97 környékén elindult az a hullámszerű dolog, ami az elérzékenyítés, tehát a cenzúra gyökeret vert, ezek után a tartalmak, de nem csak ők, még számos más 120 anime és legalább 5000 film tett arról bizonyságot, hogy igenis kell egy korlátot szabni ezeknek a tartalmaknak, mert ha megnézzük például okáért a Genocyber 10. rész környékén vannak olyanok, hogy már egymást gyomrába turkálnak, körülbelül ez a szint megy, kell a korlát, viszont a gór műfaj önmagában nem káros. Hát akkor el is értünk történelmi utazásunk következő állapotához, mégpedig a 2000-es évek, úgyhogy megint egy kis képelemzéssel fogunk indulni, mégpedig a Made in Abyssból hoztam nektek. Mit gondoltok, mi jellemezte ezt az időszakot? Véleményem szerint így a 2000-es években kezdődött el egy olyan folyamat, hogy mi lenne akkor, hogyha megpróbálnánk kimaxolni a sok faktort azáltal, hogy minél cukibb karaktereket trancsírozunk szét. Gondolom ez például a Higurashi no Naku Koroninál talán azt kezdte el a legerősebben, hogy mi lenne akkor, hogyha ilyen nagyon moe cuki karaktereknek mutatnánk először a Slice of Life oldalát, majd azt, ahogyan megölik egymást egy baseball ütővel. Akár, de azt is mondhatjuk, hogy itt már nem érik be annyira a sok faktorra, itt már megpróbálnak azért az ember bőre alá belemászni. Igen, igazad van.
Igen, egy kicsit jobban rámentek már a pszichológiai oldalra is szerintem, de tény, hogy az is észrevehető, hogy kezdik ezeket a cenzúra által köröket valahogy úgy megkerülni, és akkor úgy, ahogy mondod is, hogy ezek a minél cukik karaktereket gyilkolászunk, meg vagdaljunk fel egy kicsit, meg egyéb dolgokat is behoztak, tehát hogy nem csak gyerekek tekintetében, úgyhogy így kicsit így feszegetik a határokat, hogy mi az, ami, tehát amit amikor a polip megjelent a bizonyos műfajba, tehát hogy kell a kiskapu. Igen, és a polipnak a megjelenés, azt jó is, hogy mondod egyébként, mert a Hokusai-nak van egy A halász feleségének rémáma című kép, ami pont ugye egy ilyen, mondhatjuk, hogy egy a csápos pornó előfutára. Alapvetően az is úgy jött be, hogy 88-ban hoznak egy filmtörvényt, aminél az van, hogy mégis genitáliát, tehát nemi szerveket nem lehet mutatni. Viszont ez nem vonatkozik a testnedvekre. Igen, igen. És nem vonatkozik a csápokra? Igen. Úgyhogy elkezdték szépen körbejárni, úgyhogy megszületett a csápos pornó meg a bukkake. Igen, erre gondoltam én is, hogy ilyen módon próbálják meg valahogy körbe kerülni ezeket a cenzúrákat, és valahogy mégiscsak előhozni ezt a témát valamilyen fura módon, ami ugye a japánoknak mindig sikerül, szóval nem kell félteni őket szerintem így a 2000-es években sem, akár a Made in is, tehát annak ellenére, hogy gyerekek vannak benne, mindenkinek nagyon ajánlom, mert nagyon jó. Igen, én először azt hittem, hogy ez egy adventure anime lesz, hát hamar rá kellett jönnöm, hogy számomra is egy adventure lesz megnézni, mert eléggé feszegeti a lelki béke határait a realitás, hogy hogyan mutatja be azt, hogy amikor tényleg rossz valami a szereplőnek, mert ugye más műfajú animékben simán van az, hogy tényleg így viccre veszik mondjuk, és itt meg tényleg fáj, ami fáj. Pont ezért lehetne egy guilty pleasure-nek is nevezni ezt az animét. Ezt képzeljük úgy, hogy mondjuk elmegyünk egy tájvani masszőrhöz, aki ugye forróköves alkalmazásokat is szeret használni. Rád rakja először ezt a 100 fokos követ, és megkérdi, hogy fáj? Nem. Jó, rakom a következőt. És ez így epizódonként szépen, épületesen, egyre brutálisabb nyílt erőszakkal, és egyre nyomasztóbb információkkal, és a végül önmegsemmisítése zárja az évadot, te pedig csak így ülsz a film megnézése után, vagy a sorozat, hogy mi a bánatos tökömért akartam én ezt megnézni, mit kezdjek ezzel a töménytelen depresszióval? Regek, segíts ki, hogy van az, ami egyébként pont a Made in Abyss főgonoszával, hogy morálisan megkérdőjelezhető? Hogy morálisan megkérdőjelezhető? Várjál, ez most hirtelen nem jut eszembe. Ízlésvilágban gusztustalan, személy szerint nekem tetsz. Igen, 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 a vége az megvan. Ugye Bond Rude idézőjelben, az ő képében nagyon szeretik ezt az idézetet reklámozni. Na de nézzük, hogy milyen animék is jelentek meg. Persze most már a végtelen, tehát ha előbb azt mondtam, hogy nagyon sok példám lenne, akkor azért most is bőven jutna, de hoztam nektek megint egy párat, amiről szerintem beszélgessünk. Ki akarod zavarni a Macit a Mánásból az Elfen Liddel, mondjuk? Ő a kis kezek. Igen, hát az biztos kiugrasztotta a Macis a Málnásba az Elfen Lied, szerintem tényleg ez egy meghatározó anime. Mindenkinek ott kell lennie a tárházába. Igazság szerint annyit mindent lehetne róla mondani, hogy nehéz is most itt valamit kiemelni, úgy a groteszk minden egyes kis részét kifacsarta, és minden területen, tehát akár verbális, akár nonverbális módon azért megerőszakolta a nézőt ez az anime, de valamiért mégis jó, nem tudom nektek. Fia, én 12 éves voltam, amikor átjött a legjobb barátom, és azt mondta, hogy figyú, ezt látnod kell. Berakta az első részt, aminek így az első fele konkrétan csak trancsírozása, hogy a főszereplő hölgyemény egy szál sisakban, semmi más nincs rajta, de tényleg, egy szál sisakban végigmegy egy egész épületen, és mindenkit lehentel. Megvettem úgy kilóra, de wow. Van szerintetek olyan ábrázolási mód vagy stílus, ami ezeknél a 2000 utáni animékben jött be, és úgymond újat mutat a nézőknek? Inkább csak ismételné szerintem a 90-es évek elkezdett sémáját, itt még nem volt hatalmas evolúciós lépés, az inkább ilyen 2006-8 tájékán indult meg, ugyebár a szemek kicsinyítésével, élesebb kontúrvonalakkal. Erre élő példa az Ichi the Killer, aki ha nem látnánk, hogy 2001-es, azt hinném, hogy 87-es animét látok. Az anime önmagában a szadizmus és a mazohizmus gyönyörképe. Az Elfen Lied pedig a gore revolúciója, hogy na, íme az új évezred legvéresebb, legelmebetegebb animéje. A többi pedig nagyjából fúziókat követ némi kiegészítéssel, mondvá, hogy na, ez egy sci-fi, ez már egy kicsit közéletibb, naturalisztikusabb. Az első kettő meg bőven túlmegy a fantázián, mert hogy az Ichi the Killer biztos nem létezhet emberi világba, azt garantálom. Paranoia Agent meg a nyersességre megy rá igazából, meg arra, hogy úgy naturalista, hogy közben társadalom kritikát fogalmaz meg. A gánc, igen, meg minden bele, meg minden kivele. Ja, valahogy úgy.
A lényeg az volt, hogy nekem, ami úgymond tetszik a mai felhozatalba, hogy ugye már nem tud nagyon tényleg úgymond újat mutatni, és ezért kicsit kreatívabbnak kell lennie, és másféle módokon, illetve újfajta ilyen pszichés terrort is úgymond behoz bele, vagy legalábbis ugye, ami inkább a Slice of Mind műfajhoz kapcsolódik, de hogy több pszichés megjelenítést láthatunk, ami valós, tehát a való élet, tehát a mindennapi élethez kapcsolódik. Például mostani szezonban is láttam egyet, amikor például ez a bántalmazás van, tehát ugye szóban, osztálytárs vagy bármi, szóval, hogy nekem nagyon tetszik, hogy elkezdtek most már menni abban az irányba, hogy ezeket a sanyarú sorsokat, meg a valós ilyen groteszk dolgokat behozzák, úgymond. Illetve azért belejön az, hogy filmes technikákat vesznek át, úgy, mint például a vágástechnikák, operatőri munkák. Tehát például vegyük például annak, ha már szóba lett hozva a körmös jelenet, Higurashi no Nakukoroni-nak az első évadából, ott is rátatnak, ráközelítenek a körömre, és hogy akkor szépen lassan, hogy akkor majd úgy fognak majd ráütni arra, hogy akkor szakadjon le az embernek a körme. Na most gondoljátok el, hogy ez filmben például az Old Boy játszotta el, amikor egy kombinált fogóval így az ember szájához közelítenek, hogy akkor na, akkor kiszedjük szépen a fogacskádat. Ugyanaz? De az a durva, hogy ezek az egyes jelenetek mennyi ideig így benne maradnak az emberekbe, hogy tényleg a mai napig, ahogy Ricci így elmesélte, látom magam előtt ezeket a képsorokat. Mert nagyon egyszerűen csinálják meg, kitartott jelenetek, nagyon apró, finom mozgások, és akkor szépen lassan arra, hogy akkor itt most lesz valami. Szintén ugyanazt játssza el, mint a szihó, azért menjen a bőröd alá, és téged is zavarjon. Mert azért, valljuk be, tegye fel a kezét, hány ember szereti azt, ha a szeméhez nyúlnak? Ki nem szereti, ha a szeméhez nyúlnak? Tehát így. Ki nem szereti azt, ha a szeméhez nyúlnak? És akkor most ugyanez, hogy a fogához, tehát mondjuk, hogy fogorvos, az ki nem szeret járni. Na látjátok, nektek hatna, mind a kettő. Na de nagyon jó ez a kérdés, ha már itt tartunk, akkor lehet egy picit meg is dolgoztatnám a nézőinket, miközben tovább beszélgetünk, ugyanis szeretnék nektek egy kérdést feltenni, akinél van telefon, az készíts elő, mert ha már valaki kerekasztalozott velem, akkor tudja, hogy egy menti szavazás fog következni. Úgyhogy menjünk is át a menti szavazásunkra, és ez lesz a kérdés, amit már most láttok itt, hogy mi ráz meg legjobban egy erőszakos animébe, hiszen már beszéltünk arról, hogy így gurulnak a fejek, meg úgy gurulnak a fejek, de hogy mi nézőnként ezt valahogy át fogjuk élni. Nézzük meg, hogy a nézőinkbe milyen fajta jelenetek hagynak a legmélyebb nyomot, közben pedig tőletek azt fogom kérdezni, hogy szerintetek van-e még olyan, hogy túl durva, vagy teljesen érzéketlenné váltunk-e már az ilyen művekkel szembe? Egy picit gondolkodjatok, a nézőinknek meg elmondom, hogy ugye az első opció a vér, vagy hát a groteszk. A másik opció a túlzott fizikai erőszak, tehát például ami volt a Fist of the North Star-ban mondjuk. A harmadik a kínzás, amikor hát valaki akarata ellenére kerül ilyen helyzetbe. Negyedik a lelki terror, mert hát ugye Soci említette, hogy itt nem csak fegyverekkel lehet fájdalmat okozni, hiszen a bullying egy mai napig igen erős probléma. Következő opciónk volt a fóbiák. Hát nem tudom, hogy ki látja ott a pókot, de oda sem mertem rakni jól láthatóan, mert ugye... Egy bohócot is tehettél volna, és ugye a kúrofóbia, a bohócokta való félelem. Meg az, hogy néz egy kacsa, tudom. És hát az utolsó opciónk pedig az önpusztítás, úgyhogy erre vagyok kíváncsi így, hogy titeket mi visel meg, és akkor már vissza is billenek ide hozzátok közben. Szóval van-e még olyan, hogy túl durva? Szerintem utoljára, és először, ami a legjobban megbotránkoztatott, így anime gore vonalom, az a Made in Abyss. Amit nem gondoltam volna, hogy álmaimban is visszakísért. Alapjáraton nálam a gyerekek egy ilyen tabu téma. Gyűlölöm az olyan animét, legalábbis abból a szempontból, amikor a gyerekek, mint legártatlanabb élő lényeket így az emberi evolúcióba megnézve, kínozza, szenvedteti, megöli, vagy még rosszabb, és sorolhatnám. Szerintem mindenki látta a Made in Abyss első évadját. Megvan, amikor a keze megmérgeződik? Na, én azt hittem, hogy kimegyek az ajtón. Írom Regeknek, hogy figyelj, az édesanyád, jó? Szívesen. De amúgy én is valahogy így vagyok vele, hogy
van nálam egy ilyen kapcsoló valahol mélyen belül, az empátia kapcsoló. Tehát, hogyha megnézek például egy Happy Tree Friends-et például a kokáért, ki ismeri azt a legendás alkotást? De azt nevetve simán végignézem. Nevetek rajta, mert az egész nem olyan komolyan vehető, nem tud annyira azonosulni az ember a karakterekkel, ha csak nem tényleg nagyon vibe-ol van a szíve. És akkor jön egy ilyen Made in Abyss példának okáért, amikor így megkedveled a karaktert, ó, tök érdekes, meg elkezdődik ilyen nagyon cuki kaland valamiként, és így, mit csinálnak a kezével? Igen, körülbelül valahogy így van a folyamat a Made in Abyssnál, és ez amikor a Ritz így fogalmazta, ugye, hogy bőröd alá mászik lényegében. Hogy lelkileg terrorizál, hogy először megfog, elkezdesz kötődni a karakterekhez, és akkor a lelkedet így megtapossa, úgy izomból rendesen. De amúgy ez a szavazás is nagyon jól reprezentálja azt, hogy még ugye az elején, ott a 80-as, 90-es években inkább a vér, illetve az erőszak, ami szerintem azért hangsúlyosabb volt, most pedig már inkább ugye ez a kreativitás elvitte ugye a lelki terror, kínzás, stb. Felé így az irányt, szerintem jobban. Ez is kiütközik, hogy azért jobban is megbotránkoztat, mint a már úgymond elcsépelt, csak egy kis vér, csak egy kis erőszak van az animében. Tehát már az szerintem annyira alappá vált, tehát hogy úgy nem veszük annyira fel, mint ezeket a extrábbakat. Föl lehet tenni a kérdést, hogy lélektanilag ez mennyire helyes és mennyire mentálhigiénikus, mert én például a Szodoma 120 napjának a kádas jelenetén, én ott vígan megvacsoráztam kapásból, vagy gonosz halotton, akár az elsőn, akár a másodikon, akár a remake-en. Nekem inkább, ami úgy beszokott tenni kiskertajtót, az inkább a túlvilág. És azon belül is úgy annak, hogy az ördögűző, vagy James Wan-nak például a Conjuring-je, tehát a démonok között egy-kettő azért az úgy meg-meg libabőröztetett, mert ja, nem tudjuk, hogy mi van oda át, és még mindig az ismeretlen a nagyobb félelem. És szerintetek amúgy mennyire befolyásoló ebben az, hogy most már könnyen jutunk ilyen tartalmakhoz? Hát szerintem az iszlám államos kis videók óta nem tudom, hogy mennyire kéne föltennünk. Hát ugye régen 90-es évek szerintem még VHS korszak megvan egy pár embernek. Édesapánk eldugott horror kazettái, amik tiltólistás filmek voltak többnyire, ő is egyéni élvezetét lelte benne. Mi is 6 évesen így traumatizáltuk magunkat, és ennek végeredménye az internetberobbanása, ahol szabadon hozzájuthattunk még olyan tartalmakhoz, mint az említett eseményeket követő kis felvételek, illetve az olyan groteszk tiltólistás világszinten működő filmek, mint az említett Saloa vagy Sodoma 120 napja, groteszk, szerb film, és még sorolhatnám. Ez az a baj, hogy egy olyan fokozatú intenzitást fog gyakorolni rád, hogy utána melletted egy vonat telibe vihet egy embert, és látsz mindenét, se fog téged meghatni, mert az empatikusságod konkrétan a jellemeddel együtt elváltozott. Egyébként igen, tehát van rá nagyon erős hatása. Itt alapvetően inkább úgy fogalmaznék, pszichológiai tanulmányokat azért kértem a kollégáktól, akik szoktak följönni kerekasztalra, és ők mondjuk a GTA-val kapcsolatban küldtek elsősorban ilyeneket. Én ezt megkülönböztetném, hogy a GTA az egy aktív erőszak tétel, mert volt például az a srác, aki VR-ba próbálta ki a GTA 5-öt, és előtte vonaglott az ember, nyírta ki, hát azt őt rohadt módon traumatizálta, de amikor ezt egy képernyő előtt csinálod, simán interaktívan, még nem annyira. Míg a film az a lassú vízpartot most elven működik, tehát ott passzívan fogadod be. Ott elterelheti bármi a figyelmedet. De ugyanez a művészetnél is, képeknél, Hieronymus Boschnak a festményei akár például, vagy Dante-nek a pokla, a Divina Commedia-ba. És még akkor ne felejtsük el, ha már filmekről beszélünk. Lars von Trier neve mond valakinek valamit? Na hát azok akkor nagy taps, ezeket kötelező alapanyagként ajánlanám mindenkinek, aki kíváncsi a viszonylag művészi eredetű erőszakra, tehát nem rögtön arra kell gondolni, hogy nyakat vágnak és társai, a legbrutálisabban nyomasztó történetre épített modern kortárs erőszak és gore film egyvelege. Nincs párja és nem is lesz, 18-ba lerakta a lantot, jó szórakozás mindenkinek hozzá. Na még utoljára kérdezem tőletek, hogy most már azért nagyjából kialakult a szavazásunk eredménye, tehát leginkább a kínzás és a lelki terror nézőink szerint ti mennyire értetek egyet azzal, hogy ezek legmegrázóbbak manapság egy erőszakos animében? A kínzást meg tudom érteni, gondolok itt például ugye a Higurashi no Nekokoroninak a körömletépős jelenetére, az tényleg érezni a bőrödön azt az egészet, ahogy lezajlódik, de gondolok itt például, hogyha szó volt a GTA-ról, a GTA 5-ben van a kínzás jelenet. Nem tudom, ki játszotta a GTA 5-öt. Na?
Igen, van a kínzás ellen. Szerintem az mindenkinek megvan. Én ott picit fel kellett, hogy álljak a számítógép elől, mert így oké, szeretem az erőszakot, nagyon vicces tud lenni, meg szórakoztató, de az azért egy bizonyos határon mégiscsak túlment. A lelki terror meg hát azt már kifejtettem előzőleg, hogy nálam az az, ami a leginkább be tud találni. A szavazása kapcsolatban engem nem inkább véleményt formálok, inkább csak az lep meg, hogy az önpusztítás ilyen magas. Ez engem nagyon meglep. Hát igen, nem erre számítottunk, de legalább ezért is jók ezek a szavazások, mert látjuk, hogy tényleg mi milyen hatással van az emberekre. Na, hát nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartottatok ebben a beszélgetésben, és hát mindenkinek, aki szintén itt van most, és részt vett velünk itt ebben a kis erőszak áttekintő utazásba. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek még egyszer. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük.